Jó napot kívánok! Maga a Google találati oldalainak az optimalizálásáról beszélünk. Persze nem a Google-nek az oldalait optimalizáljuk, hanem a saját honlapunknak azt a részét, ami ott megjelenik. Hát próbáljuk ki ezt, hogy hogy működik. Biztos sokan használták, mert keressünk egy... itt ugye ki is egészíti. Keressünk rá arra, hogy baleseti ügyelet. Akkor az organikus találatok itt a hirdetés alatt, itt a szürke vonal alatt jönnek elő, és így néz ki egy organikus találat. Ugye három részből áll ez a cím, az oldalnak a címe, az jelenik meg itt a nagybetűvel, kékkel vagy lilával, na szerint, hogy látogattuk-e már ezt az oldalt, vagy nem. Akkor itt zölddel előjön az URL, ugye az a gépi cím, ami... a gépi címe az oldalnak, és itt alul egy kis kivonat előjön az oldalból, méghozzá a Google igyekszik arra, hogy a releváns része jön ki az oldalnak, tehát ha arra keresek, hogy baleseti ügyelet, akkor az a része jön ki az oldalnak, ahova az van írva baleseti ügyelet. Most ezt lehet optimalizálni, magyarul a saját honlapunkon beállíthatjuk mind a három dolgot, hogy mi legyen. Ugye hát a WordPress-t használunk egy honlaphoz, akkor ugye, amikor szerkesztünk egy oldalt, akkor itt fent, ez pont nem jó oldal, mert ez a homepage itt nem lehet. Tehát, mikor szerkesztünk egy oldalt, akkor ugye itt a permalinknél, az oldal címénél, itt a szerkesztés gombot megnyomva, vagy be lehet gépelni, hogy mi legyen az, ami itt ugye a Google-ben zöld jelenik meg. A másik két sort, meg a Yoast-féle SEO pluginnel lehet beállítani, olyan módon, hogy ez itt szimulálja is, szóval most már nem fogok visszakapcsolni a Google-re, hogy ez a címsor, tehát ez ugye itt gépelés közben lehetett látni, itt fent megjelenik. Fent. Jajjaj. Fent megjelenik. Akkor a másik része a találatnak, ugye, itt ez a szürke szög volt, ami a kivonat, vagy meta leírás, vagy oldal leírása, és akkor az meg, ha itt gépelem, ugye ott szintén fent jelenik meg. Na most ezeket, mikor beállítja az ember, akkor azért ez nincs... tehát nem teljesen biztos, hogy ez fog megjelenni a Google-ben itt a címsor és a leírás helyén, de ha jól van beállítva, akkor az fog megjelenni. Tehát magyarul, hogy olyat ember állít be az ember címnek vagy leírásnak, ami nem releváns arra a keresési szóra, vagy itt az oldal címben beleír olyan dolgokat többször, amit az egész honlapon szerepel, akkor az lehet, hogy nem úgy jelenik meg, de ha rendesen csinálja az ember, akkor úgy fog megjelenni. Tehát ide be kell írni, hogy az oldal címe körülbelül 50-60 karakterben, és akkor ahogy itt gépelünk tovább, ugye egyszer csak látszik, hogy egyszer csak elfogyott. Elfogyott a hely, mert itt nem karakter számra megy ez a dolog, hanem a hosszára a szövegnek, ami megjelenik. Tehát, hogyha mondjuk, ha mondjuk nagy M betűket írok be, akkor sokkal kevesebb betű fér ki, mint ha mondjuk I betűket írok be, mert akkor nagyon sok I betű kifér, és mindig van hely, mindig van hely, mindig van hely, és csak most fogy el. Tehát úgy érdemes ezt kitölteni, hogy se túl kevés ne legyen, tehát ne ilyen rövid legyen, és ne is legyen ilyen nagyon hosszú, hanem körülbelül az egészet töltse ki, ám de olyan szöveg legyen, amit a látogatónak szánunk, tehát az egyik szempont volt az ugye, hogy megfelelő hosszúságú legyen, tehát se túl rövid, se túl hosszú, és olyan szöveget tartalmazzon, ami a látogatónak, tehát ha most innen ezt lemásoljuk,
a látogatónak informatív, és arra ösztönöz, hogy rákattintson, mert akkor majd akkor meg fogja látogatni ezt az oldalt, ugye. A hosszúsága a metaleírásnak is szintén fontos. Azt is próbáljuk meg kimásolni innen. Igen, tehát ez még jó, mert itt kírja alul, hogy 4 karakter marad zöldel. De hogyha egy kicsit túlgépelem, akkor ugye ott már ez nem fog kiférni. Itt szintén olyan szöveget érdemes írni, ami a látogatónak informatív és ösztönzi arra, hogy rákattintson. Illetve mind a kettő mező esetében nagyon fontos az, hogy az a kulcsszó, amit itt a JavaScript plugin-ban de kell beírni, mondjuk baleseti ügyelet, hogy az a kulcsszó, amire az ember optimalizálja ezt az oldalt, az lehetőleg az elején, vagy az elejéhez nagyon közel jelenjen meg, ugye ez itt is benne van, meg itt is benne van, jelenjen meg mind a cím, mind a SEO címben, meg a SEO leírásban is, mert ugye lehet látni, hogy amikor arra kerestünk rá, hogy baleseti ügyelet, akkor a Google itt ki is vastagította ezt a szót, hogy nézzen ide, itt találtam meg az oldalban a kulcsszót. Hát persze itt a címben nem vastagítja ki, mert itt mellett vastag betűvel van minden, de itt a leírásban igen, és annál jobban pontozza, minél előrébb van. Persze nem az a legjobb megoldás, hogy a kulcsszót beírjuk a cím elejére és a leírás elejére. Tehát ez nem egy automata dolog, mert lehet, hogy nem lehet értelmes mondatot írni, vagy az már túl sűrűn fog szerepelni. Szóval elképzelhető, hogy mondjuk a címben is, vagy a leírásban is egy-két szóval az eleje után rakjuk, csak az fontos, hogy az elején legyen, illetve az nagyon jó, mint mondjuk itt látni, hogy ott a leírásban egyszer és kétszer is benne van az egyik része a kulcsszónak, az a baleseti. De mondjuk, hogyha itt valahol még itt szerepelne valahol mondjuk az ügyelet szó, akkor az még jobb lenne, mert azt ugye itt lehet látni, itt ez is kivastagítja, hogy ha ki van vastagítva, hogy megtalálta a kulcsszót, akkor ez egy jobb találat lesz, mint a többi. Hát nagyon sok mindent el lehetne mondani még ezekről, de alapvetően azt érdemes tudni, összefoglalva, hogy a SEO címsor hosszát és tartalmát és a kulcsszót benne, ugyanúgy, ahogy a SEO leírásnak a hosszát, tartalmat és a kulcsszó benne, azt érdemes megfontolni és egy perc munkát rászánva egy oldalra beállítani. Hát minden jót kívánok, viszont hallásra!